Mindenképpen kövessétek az 2 kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halluja és shalom! A világ meg van bolondulva, és mi sem tükrözi ezt jobban, mint a húsvét ünnepe. Amikor az emberek olyan tudatlanságba süllyedtek, hogy fogalmus sincs róla, hogy mit csinálnak, ennek ellenére részt vesznek csak azért, mert mindenki csinálja. Nyúltojásokat tojásokat festenek, meg barka koszorút készítenek, és elképzelésük nincs, hogy mi az, amiben részt vesznek. Nem is érdekli őket, de valószínűleg fel sem tudnák fogni. Úgyhogy ez a videó azok számára készül, a többség számára, aki részt vesz benne, elképzelése nincs, hogy mit csinál, miért csinálja, csak azért csinálja, mert a szomszéd is, csak azért mondja, mert a másik ember is mondja. Azok számára, akik csak csinálják, mert egy családi hagyomány, mert ezt így csinálta már nagyanyám is, meg amúgy is nem mindegy, mit számít. Én a kezdetektől fogva nem várom el, hogy az emberek megértsék azt, amiről itt szó van viszont az biztos, hogy van egy réteg, aki felfogja, hogy miről van szó, és megérti, hogy ezeknek a dolgoknak jelentősége van, különben nem léteznének. Semmi sincs véletlenül az életben. És a húsvét úgynevezett ünnepe ezek közül a dolgok közül az egyik. Mint az összes többi szokás, amelyet a világ tudatlanságában ünnepel. Az a világ, akinek a többsége azt mondja, hogy ő nem hisz, a megváltóban, hogy a Biblia egy mese ennek ellenére az egész világ együttesen részt vesz, abban az ünnepben, ami állítólag a megváltónak a halálát hivatott jelképezni. Akkor hogyan mondhatja az ember azt, hogy ő érti a világot, mikor egy egyik oldalon azt mondja, hogy ő nem hisz, hogy ez egy mese, másik oldalon pedig részt vesz benne. Bizonyítván, hogy a tudatlanság és az érdektelenség az egy veszélyes kombináció. De hogy mennyire primitív lett az emberiség, ez az ünnep fejezi ki a legjobban talán. A karácsony természetesen viszi a pálmát, de húsvét ezután közvetlenül kapcsolódik. Amikor az egész rokonság összejön zabálni mindenféle dögöket, lerészegedni, meg ostoba mondókákat tanítani a gyerekeknek, és ezt a hagyományt tovább örökíteni. És a gyereknek ráadásul még pénzt is adnak, vagy ajándékot ezért. Úgyhogy a húsvét fejezik ki legjobban, hogy a világ milyen primitív szinte süllyedt, ahol senki nem tudja, hogy mi az, amiben részt vesz, eszik, iszik, és mindezért még pénzt is ad a gyereknek, hogy az ostoba mondókáit mondogassa. A húsvét a világ ünnepe, és nagyszerűen összefoglalja azt, amilyen szintre süllyedtünk. Kezdjük is el a Wikipédián azok számára, a többség számára, aki támadja a Bibliát minden oldalról, aki arról beszél, hogy ez egy mese. Ennek ellenére olyan ostoba, hogy részt vesz az összes ünnepben, amelyet állami ünnepnek hívnak, hiszen mind keresztény eredetű. Mindazok az emberek, akik egyik oldalon szídják ezt a könyvet, a másik oldalon részt vesznek ezekben a pogány szokásokban, bizonyítják azt, hogy semmiféle integritásuk nincs és tudatlanok. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus központú kalendárium, központi fő ünnepe. Én itt megemlíteném azt, hogy én semmilyen formában nem tartozom a kereszténységhez, egyáltalán semmi hasonlóság nincs is azok között a dolgok közt, amit én említek. Ugyanazt a könyvet használjuk, talán ennyi a hasonlóság. Kereszténység nem más, mint egy pogány tradíciókon alapuló vallás, mely mára egy ilyen humanista, materialista, spirituális életfelfogássá és életstílussá alakult karácsony, illetve a húsvét nagyszerűen jelképezi ezt. Úgyhogy mindenki, aki részt vesz a húsvétban, az egy pogány éltett tovább, és a kereszténység ünnepeit követi. A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban a hold állásának megfelelően tartanak. Azért, mert ez egy pogány szertartás, hiszen a pogányok a kezdetektől fogva a holdat vették alapul, mikor az ünnepeiket meghatározták. A zsidó vallás egy másik pogány tradíciókon alapuló vallás, ugyanúgy, mint a kereszténység, az iszlám, a buddhizmus vagy a hinduizmus. Aki még mindig nem érti ezeket a dolgokat, azoknak óriási a lemaradása is. Rövid idő alatt rengeteg munkát kell elvégezni ahhoz, hogy felfogják, hogy hogyan működik a világ. Az összes vallás, pogány tradíciókon alapuló hagyományrendszer, mely a kezdetektől fogva létezik, csak más neveken szerepelt. Babilonból ered körülbelül a szervezet formája, és onnantól az egész világra kiterjedt. De az első jelei Bábel tornyánál volt a felfedezhetők, amikor az emberiség szembefordult a teremtő utasításaival, innen ered az összes ünnep, ilyen vagy olyan formában. Ebbe beletartozik a a kereszténység, sziszlám, buddhizmus, a hinduizmus, a spiritualizmus, a materializmus, a humanizmus, mindenféle ágazata. Mindenki, aki elfordul a teremtő szavától, a pogány és hedonista életstílus folyta. Itt azt olvashatjuk, hogy a húsvét a Peszákkal ritkán esik egybe, mivel a holdjárása szerint a naptár és a két változó ünnep számításától függ. A húsvét egybeesik a tavaszi napi egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelyek elemei a feltámadás és az újjászületés, hiszen a húsvét egy pogány tradíció. Épp úgy, mint az egész kereszténység. Nézzük meg, hogy kik azok, akik ünneplik ezt a termékenységi rituálét. A legtöbb keresztény felekezet és bizonyos szokásokat tartanak, nem keresztények is főként nyugati kultúrában, hiszen ez a legpogányabb része a világnak, ahol már spiritualizmus sincsen. A nyugati kultúra egy materialista, hedonista életfelfogás, mely egyidős az emberiséggel. Valahol még megmaradt a morálnak valamennyi szikrája, de az nem Nyugat-Európa, illetve a nyugati kultúra. Itt mindenki megy a saját feje után, minden elfogadható, mindenki szeret mindenkit, mindenki az, ami akar, ezért van az a káosz a világban, ami van. A tény, hogy a nem keresztények is részt vesznek ebben, bizonyítja azt, hogy az egész világ követi a babiloni szajhát, ami nem más, mint a katolikus egyház, hiszen a keresztények részt vesznek egy katolikus tradícióban, és nem is értik ennek a jelentőségét. Az, hogy a világ megy ezután, az teljesen természetes, hiszen a világ mindig is tudatlan volt. Az azonban, hogy a keresztények, akik ő magukat ugye úgy gondolják, hogy ők, Krisztus központúak, és hogy ő Jézust követik, is részt veszek ebben bizonyítja azt, hogy mennyire elkorcsosult a világ. A magyar húsvét szó az egyébként a böjt bőlered a böjt szintén egy katolikus szokás, de meg fogjuk nézni visszamegy a kezdetekre, egy szintén egy pogány tradíció. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett valójában húshagyó táplálkozási időszak, ugye amikor nem az, hogy böjtölnek, hanem nem esznek húst, ez az ő áldozatuk, hiszen ő pogányok ugyanúgy, ahogy mindenki más a világban, kis kivétellel. Ugye a húsvét, a hús, hús magunkhoz vételének első napja, innen ered ez a név. Hogy hogy létezik az, hogy a keresztények azt hiszik, hogy nem a katolikus egyházat követik, de ugyanazokat a tradíciókat folytatják, azért rejté, és még egyszer mondom, a világ olyan szintű tudatlanságban van és érdektelenségben, hogy ebből nincsen ki. Van néhány ember, aki ki tud ebből kapaszkodni, de ezek az ünnepek, ahogyan működik a világ, egy ritmusa bizonyítja azt, hogy mindenki követi az ellenséget. Tudatlanul vagy tudatosan, de ez egy tény. Sokkal beszédesebb az, ha megnézzük az angol nevét, hiszen ez ugye Easter, a német neve pedig a Stern, és ez visszavezet az ostára kifejezéshez, ami a tavasz keleti úrnője ünnepe, a tavaszi napi egyenlőség idején volt a magyar szó húsvét, az azt megelőző időszak, a 40 napos böjt lezárulását jelzi. Ez az ünnep egy ősi termékenységi ünnep, ami ostára istennőnek szól, meg fogjuk nézni, hogy ki volt ostára. Meg kell értenie mindenkinek az, hogy a magyar soha nem volt nemzetközi nyelv mindazok, amiket mi ismerünk, azok görög, latin eredetűek, és azok pedig az angol nyelvben élnek tovább. Így láthatjuk azt, hogy ostá egy ősi kelta ünnep volt, a magvetés ideje, a fák, a tavaszi napi egyenlőség ünnepe, az igazi tavasz első napja, március 19 és 21 közé esik, nyilván ekkor kezdődik a teremtő naptárja, hiszen az ellenségnek ezt kell valamilyen módon másolni, ezért találta ki a saját ünnepeit. A druidák és a hívek termékenység istennőjét Ostre, Ostárát köszöntötték ezen a napon, ugyanúgy, ahogy az egész világ csinálja azt ma. Hitük szerint az istennő termékenyé teszi a földet, felébreszti őt mély álmából, és az istenség segít felnevelni, érlelni a termést, járja a zöldülő mezőket, örömetelik a természet bőségébe. Johannes Gertz illusztrációját láthatjuk itt a nyulla a háttérben, hiszen a Húsvét egy pogány tradíció, ami visszanyúlik a kezdetekhez, az, hogy itt Ostárának hívják, meg fogjuk nézni, Ostára szerepel a Bibliában is, számtalan alkalommal Asarák vagy Asarod néven. Ostára hiedelem világához szervesen hozzátartozott a nyúl, mint jelkép, úgyhogy mindazok, akik a nyúl tojást üldözik tudatlanul, azok mind Ostára Istennőnek a szertartásait követik. Vélhetőleg másért, mint a szaporoság és a tavasz kapcsolata miatt, valamint a tojás, mint az új élet megtestesülése. Tessék! A pogány ünnepléshez kapcsolódott a tűzgyújtás, a tojás festés, mint ünneplési tevékenység, ami már a húsvét ünnepkörének fontos része lett, mint minden más pogány tradíció. Hiszen a kereszténység nem más, mint pogány hagyományok összegyűjtése a katolikus egyház vezérletével. A színes tojásokat tojó nyúl, valamint a gyerekek tojás keresése is megjelenik ostárával kapcsolatban. Nagyszerű. Színes tojásokat tojó nyúl. Ez az, amiben a világ rész lesz. Ilyen szintre süllyedt az ember, hogy színes tojásokat tojó nyulat ünnepel. A legenda szerint az istennő a gyermekek szórakoztatására kedvenc madarát nyullá változtatta, ami színes tojásokat kezdett a tojni, a gyerekek pedig ezeket gyűjtötték, és az istenség nekik ajándékozta. Tojás díszítés, ez még mindig Wikipédia csak, még el se hagytuk ezt. És már itt tartunk. Tojásfestés Európa számos országában húsvéti hagyomány. Ezen kívül emustruc tojást is festenek Oroszországban, szintén, Dél-Afrikában, szintén az egész világ követi a babiloni szajhát, ami a katolikus egyház és a kereszténység. A perzsa kultúrában szintén elterjedt szokás volt a tojások díszítése, amelyre elsősorban a tavaszi napi egyenlőség környékén került sor. Ekkor volt ugyanis a perzsa új év, amikor a családtagok közösen díszítették a tojásokat, akkor mi köze lehet ennek Jézus feltámadásához, ha már ezek azt csinálták? Amikor közösen díszítették a tojásokat, és azokat egy tába helyezték, miért? Feltehetően innen származik ez a keresztény hagyomány is, hogy húsvétkor tojást festünk, díszítünk, amely elsősorban Európa keleti részén maradt fenn a mai napig, mint néphagyomány. A kereszténység a húsvét ünnepét, az azt megelőző böjtöt és a húsvéti tojást feltehetően együtt emelte át a pogány tradícióban, Hiszen a kereszténység egy pogány tradíció, és a kereszténység elterjedésével a tojást, mint ősi, élet szimbólumot összekapcsolták a feltámadás ünnepével. Húsvétra festett tojások hagyományos színe piros, mely Krisztus vérét jelképezte. Ez itt theholidayspot.com, arról írnak, hogy a tojás és a tojásfestés az egy ősi pogány tradíció, ami egy nagyon távoli múltból került hozzánk, és az ember kapcsolatát mutatja a tojással egy latin mondás is tartozik, ehhez omne vivum ex ovo, azaz minden élet egy tojásból származik. Egyébként Indiában, Polinéziában, Görögországban, a Görög Birodalomban, Föníciától, Lettországig, Észtország, Finnország, Közép-Amerika és Dél-Amerika mind felhasználja a tojást, illetve ilyen vagy olyan módon őrzi a pogány mítoszt miszerint az egész univerzum egy tojásból keletkezett. Ez az, amit a keresztények és az egész világ tudatlanságában öregbít. Szinte minden ősi kultúra úgy gondolta, hogy a tojás az életnek a szimbóluma, és az a koncepció, hogy minden élet egy tojásból származik, a modern biológiának az egyik alapja. Itt olvashatjuk azt, hogy az ősi perzsa tradíció az új év kezdetekor az volt, hogy a tojást ilyen vagy olyan formán bevonták a, az ünnepekbe. Noruz ennek a neve, de egyébként a úgynevezett zsidók, ami szintén egy pogány hagyomány, csak valamilyen úton a világ tudatlanságban azt gondolja, hogy ez az igazi út, szintén egy fő tojást manipulál, mégpedig sós vízbe, mártyák és ez az új élet, illetve a páska áldozatnak a szimbóluma a Jeruzsálemi templomban. A tojás egyébként minden korszakokon keresztül az új élet és a termékenység szimbóluma volt. Ősi Egyiptomban, Perzsiában, illetve a Római Birodalomban szintén használták a tavaszi termékenységi fesztiválok alkalmába. Ugye a bölcs során nem lehetett tojás sem enni, és húsvét volt az, amikor először lehetett a tojás fogyasztani, ezután a pogány tradíció után, így ez is bekapcsolódott az ünnepekbe. De egyébként Európában a tojás használják az új évekkor, a karácsonyfára aggatva, májusfákon vagy Szent János fákon nyár közepén. És mind azért van, hiszen a tojás az a természet erői megújulásának szimbóluma, jelképezi azt, hogy tavasszal a természet megújul mint minden jó pogány a kereszténység és az egész világ a természet körforgását és magát a természetet ünnepli. A nagypénteken sütött tojás egyébként a hagyományok szerint száz évvel később arannyá változott, ugye a, a sárgája, ezen kívül a fák és a termésnek a termékenységét segítette, valamint védett a hirtelen halálozástól. A tojás egyébként szimbóluma a halálnak is, a sírnak is, ugye, ahogy abból feltámad az ember. Így a tojás az Krisztus feltámadását is szimbolizálja a pogányoknak. A világ olyannyira pogány, hogy az amerikai Egyesült Államokban a fehér háznak a füvén is van egy húsvéti tojás vadászat, hiszen az egész világ követi a fenevadat. De egyébként Bulgária, Horvátország, az Egyesült Királyság, Spanyolország és az egész nyugati világ részt vesz ebben. A cseh köztársaságban szintén megvan a sajátos hagyománya ennek, Ukrajnában, ugyanúgy, mint az egész szláv régióban. A szláv verzióban, a piszánkában egyébként valami különleges díszekkel dekorálják a tojás, és ennek egy 9 méteres szobra található meg. Vagrvélben, Albertában. Ha már pogányságról van szó, akkor itt van a Vagrvél húsvéti tojás. Több szimbólum nem félt rá, ezért nincs rajta. De térjünk vissza Ostarához, szóval még egyszer a pogány ünnepléshez kapcsolódott tűzgyújtás, tojásfestés, mint ünnepi tevékenység, ami már a húsvét ünnepkörének fontos része lett. A nyúl egyébként a szaporosság, a tavasz kapcsolata miatt került be az ünnepekbe a tojás, pedig az új élet megtestesülése. Ha már a pogányságnál tartunk, az Ostara Fesztivál a vikka követőjének, ami egy ultrapogány tradíció, egyik legnagyobb ünnepe a tavaszi napi egyenlőség idején van ugyanúgy, ahogy a húsvéd március 21 körül, amikor is ők a tavasz kezdetét ünneplik. Az angol száz húsvét, iszter, szó eredete a kereszténység előtti ostre, szóra vezethető vissza. Ugye ők itt azt mondják, hogy szerencsére a 19. század előtt nincsen kapcsolat, de hát, hogy az ostrét, az asterotta, meg az istára hogyan nem lehet összehozni, azt nem tudom. Aki még mindig itt van, az me annak megmutatom, hogy honnan eredez az ünnep. Ez Semot, vagy Kettő Mózes 34, azaz a kezdet, kezdetén ez egy probléma volt arról beszél, Mosé, hogy vigyázz magadra, nehogy szövetséget kös annak a földnek a lakosaival, ahova bemegy, hogy botránkozása ne legyen közötted, hanem oltáraikat roncsátok el, törjétek össze báványeket, és vágjátok ki berkeiket, ugyanis a kertek akkor is a termékenység ünnepei, illetve a termékenység szimbólumai voltak. Ezek voltak azok a helyek, ahol a pogányok áldoztak az isteneiknek, a berkeit egyébként ez a kifejezés, Asherah, Aserának a jelentése szerencse. Ő a szerencse és a boldogság kánaáni istennőjének, Asszír, asirát, szerencsés, irgalmas, jellemzően fából készült szobrokat állítottak. Oltárt és szobrot gyakran liget vette körül, ezért az elnevezés az egész ligetre is alkalmazták. Ez azután végigvonul az egész korai Izrael történetén, ez 5 Mózes Debarim 7, 5, hanem így cselekedjetek velük, oltáraikat roncsátok le, oszlopait törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg, ez a berkeite, berkeiket pedig szintén a rá. Ezután ugye, ez már Bírák könyves, a Fatim 3-as fejezet, és gonoszul cselekedtek ki fiai a előtt, elfeledkeznek Jahuáról az ő Elohimükről és Bálnak és Asaráknak szolgáltak, mint ahogy ma is. De a jól ismert történetben, mikor Jézabel és Áhábról van szó, ez ugye királyok Malachim Aleph első fejezet, most azért küldj el, gyűjts hozzám egész Jézsrát a Kármelhelyre, és a 450 profétáját, és Asherának 400 profétáját, akik Jézabel asztaláról élnek. Ha már itt, itt tartunk, akkor nézzük meg egy másik verzióját, ez pedig Eszter. Eszter egyébként csillagot jelent, angolul ugye Easter, de Istár, Isis, Isis, mind ugyanaz. Ezért hívták a perzsák, Eszternek egyébként Hadásza volt a neve, ugye ez itt olvasható, és ez gondviselője volt Hadászának, azaz az Eszternek. Ugye a pogányok Eszternek hívták, hiszen Eszter az csillagot jelentett, és ez az, amiből kialakult a mai kifejezés, ugye az angol száz nyelvekben Easter, mint Ostarte, Astarte, Istár, hiszen a kifejezés kapcsolatban áll Istár Babiloni Istenség nevével. Hogyha megnézzük az Eszter bejegyzést, akkor olyan dolgot találunk, mint ugye ez Eszter, ami a Zend hagyományban Stara, és a szanszkritben Stri, a görögben pedig Aster, és innen az angol szó egy csillag, vagyis a star, Eszter, mint csillag, vagy Istár. A húsvéd pedig ennek a csillagnak az ünnepe, mint az összes többi pogány tradíció. Ha már itt tartunk, a brit a megőlt szövetségben szerepel egy karakter, ami Diana, ez ugye valószínűleg Artemis. Artemis többek között a vadászat, a szüzesség istennője volt, római megfelelője Diana volt, és kultuszának központja Efesosban volt. Nem mondom, hogy a kettő ugyanaz, én azt mondom, hogy ezek az istenségek átfedik a különböző korszakokban egymást, és így tovább viszik a korábbi hagyományokat, ezért alakul folyamatosan, de végül is visszavezethető ugyanoda. Hogyha megvizsgáljuk Artemis vagy Diánát, akkor többek között láthatjuk ugye a templomát Diánának, és mellette a berkeket, amiket ültettek a pogányok, amikről beszélt ugye Mózes. Itt pedig az Efézusi Diánánál vagy Artemisnél szintén a berkeket és a zöldellő ültetvényeket, valamint a számtalan melből előtörő vizet, úgy, mint az élet megújulása, vagy az életnek az istennője, de egyébként ezt nem csak az emlői reprezentálták, hanem tojások is, hiszen a tojás mindig is a termékenységnek a szimbóluma volt a pogányok között. Szintén látható ezen a panorámaképen a templom köré épített berkek, illetve az ültetvények. Ezen a képen látható Diana, ezekkel a tojásforma, nem tudom mikkel, és itt a makkal díszítve, tulajdonképpen a teljes harci dísz a Itt arról ír ez stephenmillerbooks.com, hogy a tojás az népszerű volt egy ideig, és az elmélet az, hogy a tojás szimbolizálta a termékenységet, illetve azt, hogy valami előttör a semmiből, hogy teremt valamit. Íme egy bónuszkép a húsvétolóknak, a keresztényeknek és mindenki másnak. Csak hogy lássák, hogy ki az, aki a háttérben áll, és mi is az, amit csinálnak húsvétkor. Ez ugye index.hu, amit én nem javasolnék, mint hírforrás, de néha elcsípik. Ez ostáráról ír ez a cikk, és arról számol be, hogy az évszázadok alatt a régi pogány és népi szokások lassan beolvadtak a keresztény húsvét hagyományai közé, hiszen a kereszténység egy pogány tradíció. Ez természetes volt, hiszen más keresztény jeles napokhoz hasonlóan a húsvét is korábbi pogány ünnepek helyét vette át, hiszen a kereszténység egy pogány tradíció. Kereszténység elterjedése előtt ebben az időpontban sok helyen a fák és a tavaszi napi egyenlőség ünnepét tartották meg Ostára, a termékenység germán istennőjének tiszteletére. A serák, Eszter, Istár és a többi. A tojás az újjászületést és a termékenységet szimbolizálja. A pogány emberek Ostára ünnepén hajnalban tüzeket gyújtottak és a megfőzött vagy kifújt tojásokat színesre festették. A tojásfestés eredete nem ismert, de az első színes tojások valószínűleg úgy születtek, hogy olyan tavaszi virágokkal főzték őket együtt, amelyektől elszíneződött a héjuk. Bum, tessék! Tisztátalan állatból itt nyúl, még az index is tudja. Ennek ellenére a keresztények nem vágják. A nyúl a tojáshoz hasonlóan régen belekeveredt már a történetbe, mert ostára állatának tartották a természettel szimbiózisban élő pogány népek, számára a szapora állat is a tél végét, a tavaszt és termékenységet szimbolizálja. A keresztények eleinte nem lelkesedtek így a nyúlakért, hiszen még a kezdetben a keresztények tudták, hogy mi van. Ma, mára azonban ők már inkább a világgal járnak. Ugye az írásokban, a tanákban, az Ószövetségben, Mózes harmadik könyve, 11. fejezet egyébként, akit érdekel, mondja, hogy a nyúl kérődző ugyan, de nem hasított a körme, tehát tisztátalan állatnak számít. Később azonban a nyúl egyre gyakrabban szerepelt a vallásos festményeken, végül pedig annyira elfogadták, hogy a húsvéti elképévé vált. Ez az, amit mindenki csinál húsvétkor, ilyen szánalmasan és nevetségesen néz ki, csak nem látja, mert ugye ő benne van. A tojásgyűjtés és pészekfosztás ősi szokása ma is fellelhető a húsvéti hagyományok között, ugyanis húsvét hétvőn a szerencsétlen gyermekeknek színes tojásokat és csokinyuszikat kell megkeresniük, vagy az előző nap pészket építeni a húsvéti nyúl számára. Így él tovább egy pogány tradíció úgy, mint kereszténység, illetve hát úgy, mint a világnak az egyik tradíciója. Ez itt már múltkor.hu, ki is az az Estre, vagy Ostre. Ő a tavasz és a termékenység úrnője, és általában, vagy legtöbbször nyúl fejjel ábrázolták a húsvéti nyúl pogány őse lehetett. A nyúl a termékenység szimbóluma, így a tavasz ünnep a húsvét pogány eredetű termékenységi rítusokra vezethető vissza. Bizáncban ráadásul a nyúl a kereszténység felvétele után egyenesen Krisztus szimbóluma lett hiszen a kereszténység egy pogány tradíció. A másik szimbóluma a termékenységnek a tojás, ami a tisztaság, termékenység, elsősorban az élet és az újjászületés jelképe. A Mikuláshoz hasonló ünnepi szokás szerint a jó gyerekek színesre festett tojásokat kaphattak a húsvéti nyújtók gondosan kikészített sapkáikba, 18. században kialakult Halloweenhez, és a Valentinnapos hasonlóan a húsvéti nyúl szokása is rövid idő alatt elterjedt a keresztény zsidó ünnepkörhöz szorosan kapcsolódva, pedig széles körben népszerűvé vált. Az ember szíve megszakad, de a tudatlanság és az érdektelenség az öröklődik, mint egy betegség. Ez Origo.hu a nyúl és a tojás együttesen már végképp keveredő szokásokra utal, Magyarországon elterjedt hímes tojások előzményeit László Gyula régész avarkori sírokban is megtalálta, tehát nálunk már annyiféle kultusz keveredik a húsvédben, hogy nehéz elkülöníteni a zsidó, római, germán vagy esetleges avar, illetve más hatásokat. Magyar termékenységi hagyományok, villőzés, a lányok megcsapkodása zöld ágakkal, valamint a zöld ágnak a hordása, ez a megújulást szimbolizálja. A virágvasárnapon a húsvéti körmenet az szintén egy pogány tradíciónak a maradványa, ami a pogány baj elhárítást jelképezi. És a barka szentelés. A virágokról pedig aligha kell bizonygatni, hogy a megújhodás és a tavasz jelképei. Hogy lehet az, hogy ebben részt vesz valaki, aki magát kereszténynek vallja, ez egyszerűen nem megy a fejembe. Épp eszű ember, hogy gondolhatja azt, hogy a nyúltojásnak, a tojásfestésnek, a barkának, meg ennek az egész pogány tradíció halmaznak bármi köze is van a Bibliához, mikor soha egyetlen betűvel sem írja le sehol, hogy nekünk ilyen dolgokat kellene csinálni. Amit viszont leír, abból egy darab dolgot nem csinálna. Ezek gyakorlatilag népi tradíciók, amiket a kereszténység magába olvaszott, mint egy pogány tradíció. Az emberek mindenféle dolgokat kitaláltak. A pogányok mindig is ezt csinálták. Az életet ünnepelték, a megújodást, mivel a pogányság az egy hedonista, materiális, illetve humanista életfelfogás. Ez az, amit ma a világ követ mindenki szinte kivétel nélkül tudatlanságában és érdektelenségében. Tessék, ha már pogányságról van szó. A húsvét hétfői locsolkodás... Ugyancsak az ősi termékenység varázsló és megtisztuló rítusokra vezethető vissza. A víz tisztító ereje a kereszteléshez kapcsolódik a keresztény kultúrkörben, vagyis itt összekapcsolódik a pogány és a későbbi vallásos hitvilág. Ha már a kereszténynél tartunk, elmagyaráztam, hogy honnan ered a keresztény megnevezés. A keresztény, ez egy idézet, lett a színművek bohóca és együgyű szereplője. Hiszen a szó ezt jelenti, kratén ezt jelenti. Nyilván ekkora keresztények, vagyis a másiák követői még egyáltalán nem azok a pogányok voltak, akik ma. Azonban 300 körül rájött a római birodalom, hogy nem lehet őket kiírteni, hiszen ezeknek az embereknek még volt tartása, ezek az emberek még ragaszkodtak az írásokhoz és a másiák hagyományához. Nem úgy, mint ma. Így létrehozták a Katolikus Egyházat, illetve később abból született a mai kereszténység. Ezért pogány az egész világ. Az 5. század nagy egyházi személyiségei szenvedélyesen dörögtek a színháza ellen, nem azért, mert gyalázta az egyházat, hanem azért, mert a színház hatással volt a keresztény viselkedési normákra. Ugyanaz a színház, ami ma mozi, vagy videoklip, vagy zene, vagy úgynevezett művészet, vagy bármelyik, ami ebbe a szemét kategóriába tartozik, amit a világ ma imád miközben minden épérzékű embert meggyaláztak a szemérmetlen cselekmények a színházakban, úgy, mint ma a szórakoztatóiparban, az előadások napján mégis üresek voltak a templomok. Ugyanúgy, ahogy ma, hiszen az emberek mennek azután, amit a világ csinál. Az egyház azért kényszerült kompromisszumra, mert engedélyezte, hogy ünnepségeket, vásárokat, játékokat templomok szomszédságában rendezzenek körmenetekkel, fénypompával, virágfüzérekkel, a pogány ünnepeket keresztény ünnepekké és szokássá alakítottak át. Mivel a kereszténység egy pogány tradíció, ezért néz ki úgy, ahogy kinéz, ezért nem lehet megkülönböztetni egy keresztényt a világtól ma. És azon töprengek, hogy hányszor, hányféle formában kell még ezt elmondani az embereknek, hogy ez lehessen. A keresztények ugye a másiák halálát ünnepelnék, és a feltámadását nagypéntekről vasárnapra, és nekik ebbe belefér három nap, három éjjel. Bár néhány országban Pészákból ered, ugye a, a bibliai ünnep Pészák, de több európai nyelven a Teuton, vagy északi, Norse, Ostra istennő ünnepének nevéből ered a húsvét elnevezés, hiszen ez az a hagyomány, ami további oster, vagy Iszter. Az istennőt szimbolizálta a tojás és a nyuszi, itt van a tojás és a nyuszi. A húsvét legismertebb szimbóluma a tojás, a termékenységet és az új életet jelenti, általában színesen kerül az ünnepi asztalra, piros vagy hímes tojást, már az ősi Babilonban is készítettek. Magyarországon a húsvéti asztal elképzelhetetlen a húsvéti sonka nélkül, mert nekünk mindenképpen ezt a dögöt ennünk kell. A húsíti tojás mellett a földsonka tormával, friss tavaszi zöldségekkel, frissen sült sós kalácsa mennyei eled el. Sok szerencsét. Különösen azoknak, akik szigorúan tartották az ünnepet megelőző 40 napos bőtöt, és magukat teljesen pogánynak vallják. A húsíti sonka úgy a legfinomabb, ha a főzés előtti este hideg vízbe áztatjuk, másnap pedig finom puhára főzzük. Jó, uh hát hogy ez a dög mennyire menjen jeled el, azt nem tudom, hogy ha a teremtő lenéz a Samaimból vagy a mennyből, nem hinném, hogy neki ez a véleménye, de a frissen sült kalácsról még egyet mutatnék. A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen hatalmasságoknak italáldozatokkal áldozanak, hogy engem felingereljenek. Ez ugye Samaim Melechet, az ég királynője, és béleseket készítettek ezeknek, ez kaván, és egy áldozati sütemény. Még egyszer megemlíti, hogy tuti legyen, és hogy mi az ég királynéjának füstölve áldozunk, neki italáldozatot viszünk, vajon ami férjeink híre nélkül csinálunk-e neki béleseket, hogy őt tiszteljük, és neki italáldozatot vigyünk. Még egyszer nézzük meg apostolok cselekedetei 19, miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, monda. Efézus beli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diana istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templom őrzője. Ez a kultusz visszanyúlik egészen a kezdetekhez, ahogyan azt mondták már Babilonban is így volt. Már az ősi Babilonban is készítettek, és azt mondom, hogy mindenki, aki részt vesz ebben a dögevésben és ebben az egész pogány tradícióban, az nagyon-nagyon távol áll a mennyei jeledeltől. Ez a virágot egy mosolyért.hu géniuszai, ugye az egész egy zagyvaság, de így a végén azért valami információt mégiscsak találunk. A húsvéti tavaszi virágdíszeket az újjászületés szimbólumaival dekoráljuk tojás, térke, bárány, nyúl, toll, jellegzetes növényei a barka, fehér hortenzia, rügyező ágak, tavaszi hagymások, kankalin, ibolya. Nagyon kedveltek a húsvéti virágkosarak, Aztal díszek és kopogtatók. Szuper! Végre találtam valakit, aki gondolkodik, ez ridicule.hu, a húsvét a katolikus egyház legnagyobb ünnepe azzal Tisztában vagyunk mindannyian, hogy mint a legtöbb ünnepünk, ez is pogány eredetű. Tehát azokból az időkből származik, amikor a kereszténység még nem terjedt el a világban. Nem, mint a most, hogy elterjedt volna, nem lenne pogány a világ. A nyugati keresztény vallás a húsvét időpontját a tavaszi napi egyenlőség utáni első hol követő vasárnapra tűzte ki, már ebből is kiderül, hogy itt valami ősi pogány rituálé van a háttérben, hiszen őseink nem nagyon használtak még naptárakat, főleg az éjszakok a hold mozgása tagolta évüket, nem pedig az iskola szünetek, mint manapság. Az angol-német elnevezés, ugye az Iszter és az Oster mindent ősi germán istennőre, Ostára nevére vezethető vissza. Ostára ugyanakkor egy ősi kelta ünnep is, a napi egyenlőség, főleg a magvetés ideje. Az emberek ekkor ünnepelték, hogy véget ér a sötétség, az inséges időszak, újra zöldbe borul a világ, ki lehet menni a földekre elvetni a magot. Boom. Ilyenkor az istennőt köszöntötték, aki termékenyé teszi a földet, felébreszti mély a természetet, esőt, napsütést hoz, hogy szépen növeketessen a termés. Újra a fény veszi át a hatalmat a sötétség felett. A kérdés az, hogy akkor hogy, hogy a világ ilyen sötét ma? Ahogy a kereszténység terjedt, szépen beépült, belesimult a pogány népek természeti ünnepeibe, hiszen a kereszténység egy pogány tradíció, és ahogy kötelező államvallás lett, Nyilván, hogyha kötelező államvallás, akkor biztos, hogy ez az igazság, hiszen az állam az mindig is az igazságot hirdette. Készorította a régieket, de nem is volt gáz, hiszen tovább élt ebben. Úgy, hogy közben valamit azért mégis meghagyott belőlük. Hát majdnem minden gyakorlatilag. A nyuszi, ami a színes tojásokat tolja. A nyúl elképesztően termékeny állatként került be a szimbolikába, ahogy a tojás is már ősidők óta a születés, újjászületés jelképe. Sárgája a napot szimbolizálja, a fehérje pedig az Isten nőt, a stártét. Tojásfestés kultikus cselekedet, gyökerei a pogány korokig nyúlnak vissza, a pirosra festett tojásnak termékenységet elősegítő szerepe van, az új élet eljövetelét jelzi. Ez szintén egy blog, arról beszélnek, hogy hamarosan itt az egyik legfontosabb család és vallási ünnep, a húsvét, melyhez számos népszokás hiedelem kötődik világszerte. A tojást, mint a termékenység, az élet és az újjászületés szimbólumát minden vallásban megtaláljuk. Az előbb olvastam fel, hogy még az úgynevezett zsidók is tojást mártogattak sós vízbe. A nap tiszteleteként a kínaiak már 5000 évvel ezelőtt tojást festettek. Biztos Jézus születésnapjára. Az egyiptomiaknál is volt egy istennő, akinek neve lefordítva ős tojást jelent. Akkoriban az emberek neki köszönték az élet erőt. Valamikor a tojásfestés pogány, szokás volt, és ebből időszámítás után 200 körül a rómaiak keresztény hagyományt teremtettek, hiszen a kereszténység egy pogány tradíció. Tojás az ugye a másiák feltámadása, az szimbóluma, a piros a mártírok vére, a nap, valamint a szerelem, bla bla bla. Már ismerjük Ostára történetét, Isztert, illetve a német Oster elnevezést, az, hogy egy kedvenc madara volt ennek az istennőnek, nyullá változtatta a szerencsétlen gyerekek, meg ezért mind a mai napig ostoba verseket kell, hogy mondjanak pénzér részekeknek. Régen tojással fizették az adót vagy állatokkal, és ebből csak a reformáció után kezdődött el az, hogy elrejteni tojást és azt megkeresni. Úgyhogy a reformátusok nagyszerű úton járnak. A húsvéti nyúl nagyon sok természeti népnél a termékenység szimbólumának számított, meg kicsit csodálni való. Hogy az egész világ egy pogány tradíciót követ arra a húsvéti gyertya, egy nagyszerű példa, az élet győzelmének szimbóluma a halál felett, fényaj az életi jelének számít, és ezt a szokást már az ó Jeruzsálemben is ünnepelték, hiszen már a pogányság akkor is bekúszott az összes vallásba. Nézzük a Petőfi programot. Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe a pogányoké, amely számos néphagyománya egybefort. A világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet, hiszen a pogányok ezt csinálják. Megünneplik a tavaszt, a természet megújulását. Legelterjedtebb szimbólum a tojás, ez a termékenységet, új életet juttatja az eszünkbe. A világ minden táján ismert a tojások színezése, mindenhol mindenki csinálja, mert pogány az egész világ. A piros hímes tojás, amelyeket már az ősi Babilonban is készítették. Az egyiptomi templomokat is díszítették velük tavasszal. Hum volt akkor még húsvét ez minálunk.hu, a tojás szintén a termékenység szimbólum, amely a világ összes népénél felelhető. A kínaiak már több ezer éve pirosra festették a tojást, így fejezve ki a napiránti tiszteletüket. A több avarkori női sírban is találtak tojást a régészek, fejezések szerint már az ősi Babilonban is festettek tojást. De a görög mitológiában is megtaláljuk, hiszen Homéros szerint a föld legszebb asszonya Heléné léda tojásaiból pattant ki. Itt egy megdöbbentő dolog, ez valami szocializáció, ünnepek, húsvéti hagyományok dokumentum, ami arról számol be, hogy gyakori ötlet a tojások színezése, a piros vagy hímző tojás, már ősi Babilonban is készítettek ilyeneket. Ez második Rákóczi Ferenc iskola negyedik évfolyam számára készült az agymosás programozás. Tantárgy keretein belül. hvg.hu A húsvétnak szerte a világon a pogány múltban is ünnepel tojás és a germán tavaszistennő, ostára vagy ostre, szent állata a nyúl a legelterjedtebb szimbólumai. Tessék, ha már áldozatról van szó. Mindenképpen kövessétek az Infobából kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallujá és shalom!